Örömteli ez a pillanat, hiszen Gyemesdi Ásón új fogászati szakrendelő nyitja meg kapuit. Gálla Jós a település polgármestere hozzátette. Nagy büszkeség számukra, hogy az alapellátás mellett a harmadik magárendelő is segíti a gyenesdiási fogászati ellátást. Az újonnan megnyitott rendelővel a település már jóval nagyobb beteg létszámot képes kielégíteni. Aminek a története 2,5 évvel ezelőtt indult el, amikor itt egy gyermekorvosi rendelő és fogászati szakrendelő került átadásra, akkor még szerkezetkész állapotban volt ez a létesítmény, és már akkor szándéka volt a képviselőtestületnek, hogy valamilyen szinten itt a fogászat lehetőséget kapjon. Továbbra is jelezni szeretném, hogy dr. Novák Zsuzsanna az alapellátást végző fogszakorvos a településen, aki az iskolafogászatot is viszi. A jelenkor igényeinek megfelelő magánpraxis családi önerőből valósulhatott meg Gyenesdi Áson. Engedje meg, doktor, meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel átadjam jelképesen a rendelő kulcsát. Páncsicsné dr. Varjú Anna fogszakorvos irányításával sajtóbejárás is tartottak az új rendelőben, ahol a doktornő bemutatta a minőségi, korszerű eszközöket, amelyekkel az ellátásokat végzik. Tulajdonképpen gyerekkorom óta kötődöm Gyenesdi Áshoz. Nagypapám vett egy nyaralót még kiskoromban, és az összes nyarat itt töltöttük a családommal. És egyébként ez a fogászati vonal is nagypapámtól jön, aki 1954 óta van a fogászati szakmában, és a bátyám is fogtechnikus lett, sógornőm pedig asszisztensnő, és együtt dolgozunk. Az újonnan megnyitott fogászati rendelőben többek között szájhigiéniás kezelésekkel, szájsebészeti beavatkozásokkal és esztétikai kezelésekkel is foglalkoznak.